Ludas Sanyi. Sanyi megint nekiindult Csengőd felé, és meg sem állt a Szücsi erdőig. Kinézte magának a legmagasabb fát, és már kapaszkodott is felfelé. Bárki azt hihette volna, hogy jól megtermett mókus mászik a fatörzsén, olyan ügyesen kúszott felfelé. Az egyik kinyúló ágon aztán megpillantotta azt, amiért ilyen magasra felhágott. Kocsikerítni holló fészek bújt meg a lombok között. Addig nem nyugodott, míg el nem csente belőle a tojásokat. Egyik szemével közben az eget leste, nehogy a hollószülők hazaérkezzenek, mert abból bizony nagy perpatvar kerekedett volna. Későre járt, mire hazavetődött, a félegyházi templom toronyban már elharangozták a 7 órát. Amikor az anyja meglátta szakadt nadrágját, szája elé kapta a kezét és felsikoltott. Sanyika, már megint tönkretetted a ruhádat! A hangoskodásra az apa is megjelent. Az öregnek is felszaladt a szemöldöke, amikor meglátta fülig koszos fiát. Komótosan lecsatolta a nadrág szíját, és jól elnáspángolta a csavargót. Sanyi makacsul megfeszült, s meg se nyikkant, míg csattogott az ülepén a szíj, de a tűz lángja ott lobogott a szemében. Az apja úgy gondolta, a veréshez még egy kis magánzárka is jár, sőt, nem vitte magával a heti vásárba sem. De a fiú nem fogott sem verés, sem büntetés, másnap újra elszökött, pedig tudta, megint nadrág szél lesz a vége. Ez így ment napokon, heteken át. Az anya végül megelégelte a hiába való büntetéseket, s kerített egy vedlet öreg nadrágot, azt adta rá. Ha már ennyire szeret fára mászni az átok kölyke, azt tépje, szakítsa. A fára mászás mellett Sanyinak a libák hajkurászása volt a legkedvesebb szórakozása. Egy nap, ahogy sétált az iskolából hazafelé, a poros úton megpillantotta a szomszéd bunárját. A jól megtermett lúd az árokparton lakmározott. Sanyi körbekémlelt. Jár-e arra valaki, de üres volt az utca. Óvatosan elindult a bunár felé, de az rögtön észrevette. Nem először ugrottak már össze. A lúd vad száncsapásokkal próbált elmenekülni, a fiú meg utána. Őrült gágógás töltötte be az utcát, de Sanyit láthatólag nem zavarta, úgy elöntötte a harci láz. A kertek végén érte utol a szárnyast. A gúnár hosszú nyakát nyújtogatta, s belecsípett a fiú karjába. Sanyi ettől vérszemet kapott, elkapta a ludat, és a lába közé fogta. Az egyik kezével a nyakát szorította jó erősen, a másikkal meg kihúzta a gúnár leszett tollát. Mivel több keze nem volt, a lúd csőrét nem tudta befogni, s az eszeveszett gágogásra kitódult az egész utca. De addigra Sanyi már fogta a tollakat, és szaladt a zsákmányra. Egy félreeső helyen aztán a legszebbet a sipkájába tűzte. A többit meg bugyli bicskájával megfaragta írótolnak, és már azon merengett, melyik versikéjét vesse papírra. Megvan! Gyúlt ki a szemében egy huncut szikra. Ha már édesanyámnak nincs libája, a kendermagos tyúkját fogom versbe venni. A szomszéd közben elment a tanítóhoz, és beárulta a gyereket. Instálom, tanító úr! Kezdte a mondandóját. Az a Petrovics gyerek megint a lúdjaimat hajkurázta. Jól van, no, mondta erre a tanító. Majd elszámolok vele. Másnap az iskolában jól le akarta teremteni, de aztán belenézett a fiú szemébe, ahonnan különös fény ragyogott vissza rá. A tanító jól tudta. Ritka kincs ez a fiú. Zsenge kora ellenére van benne valami félelmetes és tiszteletet parancsoló. Tán 100 évenként, ha akad ilyen. Megverni csak azt tudta volna, aki ezt a ragyogást nem veszi észre.
Így a tanító sem bántotta, csak jó nevelő módjára megértette vele, hogy adjon békét a ludoknak. De tanító bácsi, válaszolt a fiú ártatlan arccal, akkor mivel írjak? No, erre már a tanító se tudott mit mondani, csak legyintett egyet, s útjára bocsátotta a gyereket, aki a sipkájába tűzött tollal olyan volt, mint egy ludas sanyi. Telt múlt az idő, s a ludakat hajkurászó fiú csillagszemű legénynél lett. Aki ebbe a szempárba belenézett, megremegett, s megérezte, amit annak idején a tanító. Ez az ifjú nagy dolgokra hivatott. Szavának súlya lesz. De meg sem kellett szólalnia, egyetlen pillantása mindenkit megbabonázott. Olyan volt a tekintete, mint az aranyszínű napsugárban fürdő alföldi búzatábla, mint teliholdas éjszakán a Tisza vizében tükröződő tejút ezernyi fénye. Ha felbőszítették, lobogó tűz gyúlt a szemében, s félő volt, hogy a lángcsóva kicsap. Ha pedig valami fortéjon törte a fejét, huncut szikra gyúlt benne. Azt beszélték a népek, hogy születése éjszakáján magától megkondult a harang. Az emberek persze sok mindenről fecsegnek, munka közben a földeken, vasárnap a templom előtt, vagy jártukban, keltükben az utcán. Folyton lesik, hol történik valami figyelemre méltó. Egy nap Döbrögi uraság hintaja tűnt fel az úton, félegyháza felé tartott. Nagy hatalmú volt az úr, hatalmánál talán csak a pocakja volt nagyobb. A hintó tengelye alig bírta a súlyt, kerekei keservesen nyikorogtak. Az út mentén állók mind megsüvegelték az uraságot. Fejfedőjüket magasra emelve álltak félre, hogy akadálytalanul tudjon tovább haladni. A csillagszemű Sanyinak is épp arra felé akadt dolga. Már messziről látta a közeledő fogatot, de egy csöppet sem zavartatta magát. Még csak félre sem állt, a süvegét meg esze ágában sem volt megemelni. Döbröginek rögtön feltűnt az út szélén álló nyakas paraszt, aki villogó szemekkel nézett, a kalapja pedig sehogy sem akart a fejéről elmozdulni. Megállítatta a hintót. Hé, te suhanc! Kiáltott ki az ablakon. Te nem süvegeled meg uradat? A legény szemében huncut szikra gyúlt, s így válaszolt. Mindenki tudja a maga útját, el lehet menni süvegelés nélkül is. No, fiam, vakarta meg a fejét Döbrögi, 40 arancsikó ugrál itt a zsebembe. Kapsz belőle egyet, ha megsüvegelsz. Eggyel bizony nem kezdek, válaszolta hegykén Sanyi. Akkor adok 10-et, 10 aranyat. Hát, jól van, vonta meg a vállát a legény, mire Döbrögi leszámolta markába a 10 arancsikót. A süveg azonban Sanyi fején maradt. Mire vársz, hékás? Kifizettelek? Nyúlt meg az uraság ábrázata. Aki pénzes, legyen kényes, mondta a legény, és a zsebére ütött. Az aranytallérok vidáman csilingeltek. Vörös lett erre az uraság feje. Jól rászette ez a suhanc. Mérgesen intett a kocsisnak, s a hintó elszáguldott. Közben szép számú csővilleg gyűlt össze. Az emberek vigyorogva néztek egymásra. Ez a tüzes tekintetű legény aztán rendesen túljárt az uraság eszét. Sanyi felvette batyuját, majd a 10 aranyat szétosztotta a szegények között. Ez legyen a tiétek, nekem nem kell Döbrögi aranya. Az emberek eltették a fényes tallérokat, és nem győztek hálálkodni. Petőfi Sándor pedig soha nem emelte meg lúd tollas kalapját, senki fia előtt.